Pest megye 6. számú választókerületének országgyűlési képviselője Vécsei László a kvóta referendum és az alkotmánymódosítás elutasítása kapcsán tartott sajtótájékoztatót Hévízgyörkön november 23-án. Több mint 31 millió forintból újították fel a Hévízgyörki orvosi rendelőt, melynek ünnepélyes átadására november 23-án került sor, melyen többek között részt vett dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár is. A Szadai Székely Bertalan egységes óvoda és bölcsöde jótékonysági báján több mint 1,5 millió forint támogatást gyűlt össze, melyet Kressz Park és új játszótér kialakítására kívánnak fordítani. Idén is a jótékonyság jegyében került megrendezésre Kistarcsán az Erzsébet Katalin bál. A Csigaházban megtartott jótékonysági est eredményeként jelentős összeg gyűlt össze a helyi gesztenyés óvoda és tagóvodájának támogatására.